Szombaton 17 órakor a megye 6 pályáján útjára indul a labda, így 77 nap szünet után ismét bajnoki pontokért játszanak a csapatok. A harmadosztályban 4 csoportba területi elvek alapján osztotta be az együtteseket az MLS megyei igazgatósága, a 3 másodosztályú csoportban pedig 14-14 gárda alkotja a mezőnyt. A legnagyobb érdeklődés a szurkolók részéről a megyei első osztály küzdelmét kíséri, mivel a mezőnyben újoncként veretes múltra visszatekintő csapatok is feltűntek. Vannak új csapatok, ugye egyrészt Tarpa visszamaradt, amit nagyon sajnálunk, hiszen tényleg egy nagyon erős csapat volt, és úgy gondolom, hogy az NB3-ban lenne a helyük, de sajnos nem volt szerencséjük, hogy az osztályozó sorsolásán a Tarpa így visszamaradt, és a megye másodosztályba pedig olyan klub lépett fel, például a Nyírbátor, ahol azért nagyon komoly tradíciók voltak, egy nagyvárosról beszélünk, mindenféleképpen megérdemli, hogy minimum megyei első osztályú csapata legyen, de nem titok, hogy nekik azért a terveik között nem feltétlenül a megye egy a végállomás, és a Spartakusznak ugye a kettes csapata, a Nyíregyháza Spartakusz FC 2 is ugye 2 év alatt 2 osztályt lép, ott van a megye egybe, azt hiszem, hogy színesíteni fogja a mezőnyt, ráadásul azért lehetett olvasni, azért voltak jövések, menések. Vannak olyan együttesek, amelyek gyengültek, vannak olyanok, amik erősödtek, legalábbis az igazolások alapján, de hát ugye mindig majd akkor fog kiderülni, amikor lemegy jó pár forduló, hogy valójában mi az erőviszony. Én úgy látom azért, hogy 3-4 csapat odaérhet a végére. A megyei első osztály nyitófordulójának párosítása következő: Vásárosnamény Nyírgyulaj, Nyírbátor Nagyhalász, Nyíregyháza Spartakusz 2 Nagyecsed, Kemecse Máté Szalka, Gyulaháza Mándok, Csenger Tarpa, Újfehértó Nyírmegyes és Balkány Ibrány. A bajnokság mellett a hónap végén megkezdődik a Magyar Kupa 2022-23-as idényének megyei selejtező sorozata. 23 együttes adta be a nevezését, ugye ki kellett emelni együtteseket, 9 együttest emeltünk ki, az első körben 14 csapat fog megmérkőzni. Ezt a múlt héten már a versenybizottság itt nyílt sorsoláson 4 csapatvezető jelenlétébe ki is sorsolta az első fordulót, amire amúgy augusztus utolsó szerdáján kerül majd sor. Az érdekesség még az, hogy nem tudjuk, hogy hány csapatot tudunk feladni, ugyanis ezt az MLS-nek az elnöksége majd a decemberi ülésén fogja eldönteni, hogy még megy hány csapatot ad fel. Terveink szerint az idén még egy második fordulót is rendezünk. Ugye most a 14-ből 7 csapat tovább jut, a 9 kiemelt találkozik, tehát lesz a legjobb 16, és akkor terveink szerint még szeptember végén lesz egy forduló, és akkor 8 csapatunk marad tavaszra, tavasszal meg már tudjuk, hogy hogyan tovább, hogy hányat adunk majd fel az országos főtáblára. Egy mérkőzés még hátra van a 2020-21-es Magyar Kupa megyei selejtező sorozatából is. A legtovább jutó 2 csapat, a Csenger és a Tarpa, a megyei kupadöntő szeptember 8-án vívja a Kisvárdai Várkerti stadionban.